Csendesen csordogál a Kraszna kocsornál. Az 1970-es árvíznél azonban komoly problémákat okozott a térségnél. Ekkor az árhullám elérte a 700 cm-t. De nem ez volt az egyetlen árvíz a Krasznán. 1998 nyarán is pakolták a homokzsákokat a helyiek, és 2006-ban is akadt dolguk a szakembereknek. Ezért itt bár még érintetlen a töltés, Olcsváig 4,3 km hosszan fejleszti a jobb parti védvonalat a Feti vízig. A tavaly kezdődött 2022-ben ez a projekt, közel 22 km elsőrendű árvízérdemi töltés fejlesztését jelenti. Természetesen van egy zsilip is itt a Batárnál, amit át kell építeni, a töltés szelvény növelésével párhuzamosan egy kis szivattyúállás is kiépítésre kerül. Ebben a projektben eszközbeszerzés is be van ütemezve, egy kacagép többféle tartozékkal, egy személygépkocsi beszerzése és zsilipnyitó szerkezet beszerzése, amely tulajdonképpen már meg is történt, azt lehet mondani, hogy a gép beszerzésére a szerződés van folyamatban. A fejlesztés célja a védvonalon tapasztalható változó mértékű magassági hiány megszüntetése, hiszen a Kraszna eredeti töltése mind keresztmetszetét, mind pedig magasságát tekintve igen változatos. A bővítés során először a meglévő humuszréteget eltávolítják és deponálják, mivel ezt később visszaterítik az elkészült földműre. Ezután a nagydobos határában lévő anyagnyerő helyről ellenőrzött minőségű földanyagot hordanak a töltéshez, ez a folyamat jelenleg is zajlik. A kívánt magasság elérése után következik majd a töltés koronák aszfaltburkolattal való ellátása. Ez nem csak védelmi funkciót lát el, lehetőséget biztosít a kerékpáros és gyalogos turizmus számára a természetközeli környezetben való kikapcsolódásra. Területen végzett vízügy beruházások ugye kapcsolódnak mindig a település fejlesztéshez is. Úgy is készülnek, és úgy is szoktuk ezt megtervezni. Tehát mindenképpen ennek tekinthető, és úgy is lesz kialakítva a járhatósága is. Tehát speciális sorompók lesznek, ami kerékpárra könnyen járhatók, viszont gépjármű forgalom az igazából nem lesz megengedett ezeken a szakaszokon. Jóformán csak a fenntartási munkák elvégzéséhez, még védekezéskor. A földmű fejlesztése ki van téve az időjárás viszontagságainak és a vízjárásnak. A hullámokban nagy mennyiségben érkező esőzések hátráltatták a munkát, jelenleg 40%-os az előrehaladás. A következő hónapok szárazabb időszaka azonban kedvez a földmunkáknak, így gyorsabb ütemben tudnak majd haladni a szakemberek. A tervek szerint idén november végére befejeződik az építkezés. A Kraszna árvízvédelmi védvonalának előírások szerinti kiépítése, illetve a Szamos-Kraszna közi tározó korábbi megépítése hosszú távon megteremti a térség árvízi biztonságát.